Szép estét kívánok! Önök az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. A Szent Háromság Istent és főként Jézus Krisztust már sokan, sokféleképpen megpróbálták ábrázolni. Gondoljunk csak Munkácsy Mihály Krisztus trilógiájára, vagy Cefirelli a názareti Jézus filmjére, de mennyivel másabb a kép, ha Liszt Ferenc Krisztus című oratóriumát idézzük fel, vagy éppen Mel Gibson Passió című filmjét. Teljesen más a hangzás, a képi élmény. Mindenkor, minden művészeti ág, minden ember megpróbálja kialakítani a maga Isten képét. Hogyan is, milyennek látjuk az Istent? Hatalmas, ítélkező bírónak, aki pálcát tör az ember felett, vagy szenvedő áldozatnak, aki felett az emberek hoztak ítéletet? Büntet vagy jutalmaz? Szeret vagy eltaszít? Húsvét és pünköst között, és főleg ebben a koronavírus okozta megváltozott helyzetben sokszor merül fel ez, vagy ehhez hasonló kérdés. Ezt gondolom sokakban. Köszöntöm a stúdióban Fekete Károly püspök urat. Szép estét kívánok, áldás békesség. Áldás békesség, estét kívánok. Hát ahogyan sokakban felmerülnek bennem is ezek a kérdések. És azt gondoltam, hogy milyen jó, hogy van lehetőségünk a nézők elé vinni, hogy ezekről a kérdésekről lehessen beszélgetni, istenkép. Mennyire fontos az ember élet szám, az embernek, hogy legyen benne egy istenkép, legyen benne egy kapaszkodó, főleg akkor, hogyha zárva az ajtó, és nem jöhet ki rajta. Az ember úgy lett megteremtve, hogy van egy Isten kapcsolata, még akkor is van Isten kapcsolata, amikor ő nem tud róla. Mert azt mondja Pál apostol az aténi beszédben, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hát ami körülvesz bennünket, meg ami bennünk megfogalmazódik gondolat, az is valahogy Istenhez kapcsolódik, akár akarjuk, akár nem. És hát nagyon szép az a megfogalmazás, amit a hitvallásunk, az általános keresztény hitvallás, az apostoli hitvallás mond, hogy hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Ebben benne van az a két véglet, a két pólus, hogy egyrészt egy megközelíthető, mint az atya, ahhoz hasonló képet lehet róla kigondolni, észrevenni, megtapasztalni, de közben a mennek és a földnek teremtője, aki véghetetlen, sokkal nagyobb, mint én vagyok, be se tudom fogni igazából a képzeletvilágommal, de mind a kettő igaz. És ami közötte van, az is igaz. Ugye ez a keresztény gondolkodásnak a megfelelője, hogy a két véglet között olyan, mint amikor az ember megfogja a botot a két végénél, és mind a kettő a kezemben van, meg ami közötte van, a két végpont között, az is az enyém. És ezzel azt is akarja üzenni ez a hitvallás, hogy az Úristen számunkra nem rögzíthető egyetlen képbe, vagy egyetlen olyan tapasztalatba, ami statikussá válik, hanem az Isten az velünk együtt mozog, mert hogy ő élő. Ezért is lehet vele találkozni, vagy ahogy szoktuk mondani, hogy Isten élményem van, az egy eszmével, egy gondolattal, egy elvel nincs olyan találkozás. Személy között van olyan igazi találkozás, ezért az élő Istennel tényleg ma is lehet találkozni. Még a vírus helyzet idején is, vagy a veszélyhelyzet idején is. Micsoda kegyelem? Igen, nem, csak hogy milyen ez a találkozás? Honnan ismerem föl, hogy én most épp találkoztam az Istennel? Mi az, hogy Isten élmény? Ugye nagyon sokan ezt nem értik egyáltalán, ezt a fogalmat, hogy lehet találkozni. Hát főleg azok nem értik, akik azt mondják, hogy hát vajon Istennek hívják-e azt, amit én transzcendensnek próbálok elképzelni, vagy nem? Sokféle fogalmat szoktunk használni, próbáljuk is kerülni olykor, hogy az Isten nevét kimondjuk, nem olyan hitbeli meggyőződésre, mint a zsidó testvérek, ahol megvolt a névnek az a szentség, hogy szinte kimondhatatlan, hanem inkább azzal, hogy hát mivel nem tudom megfogni, megragadni, ezért inkább nem mondom ki a nevét sem, hanem inkább körbeírom. És ezek a körbeírások nagyon gazdagok, de hát nem ez a izgalmas, hanem az érzés, amiből az ember vissza tud következtetni, hogy most tényleg valaki olyan nyúlt bele az életébe, vagy találkozott vele, ami nem szokványos, és nem olyan, mint egy sima emberi találkozás, egy futó röpke találkozás. Ha magam életére visszagondolok, akkor teológusként az ember, amikor a nagy elhívás történetekről tanultunk, olvastunk, elmeditált az ember rajta, hogy a nagy prófétákkal, Jeremiással, Ézsaiással, hogy találkozott az Úristen, hogy hívta el a szolgálatra, vagy akár Pál apostolt,
akit emblematikusan emlegetünk úgy, hogy Pál fordulás történt az életében valakinek, az mindig visszautal arra a damaszkuszi útra, ahol Pál találkozott azzal a megváltó Krisztussal, aki tényleg ledöntötte a lábáról és térdre kényszerítette. Az ember mindig ilyen hatalmas dolgokban gondolkodik. Nekem nagyon sokat segített Ady Endrének az Úr érkezése című verse, hát, amit tudunk, ismerünk, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Ez a csöndes és váratlan találkozás az egészen egyszerű embernek és a hétköznapi Istennel való találkozásnak a két kulcsfogalma, nekem legalábbis, így tudom magam számára rögzíteni, hogy az Isten váratlansága az meglepi az embert, és egy-egy élethelyzetben, amikor ő már nem lát segítséget, nem lát kiútat, elfogyott az ereje, amikor kiszikkadt szinte a lelke, és nincs kapaszkodó, akkor történik valami, amit az ember, ha elmesél egy barátjának, a házastársának, a gyermekének, egy ismerősnek, akkor az nem tudja úgy fölfogni, mint ami bennem lezajlott. Mert nekem az csoda, hiszen abban a kontextusban, abban a szituációban, amiben én vagyok, én érzem, hogy itt nem volt más segítség, és nem volt kiút, de valaki, akit én úgy nevezek, hogy az én Istenem, az megsegített. És ezek az apró csodák azok, amik szerintem egy ilyen válsághelyzetben szinte napról napra érik az embert, és ezekre a jelekre oda kellene figyelni, mert az Isten jelez nekünk, hogy ő találkozna, hogyha mi fölismernénk őt. Igen, hát nagyon sokan, hogy az apróságot nem veszik észre, mert mit is várnak? Hát égő csipkebokrot esetleg. Nagy csodát, természetesen. Vagy pedig legalább szálljon már egy galamb, és szólaljon meg, hogy íme az én szerelmetes fiam, akiben én gyönyörködöm, de hát az apróságokban. Hogy azt észrevenni, egyáltalán, hogy az ember érzik-e, az érzékszervei nyitottak legyenek rá. Hogyan? Miként kell kinyitni? Van-e recept? Recept biztos, hogy nincsen, de amikor az ember nehéz helyzetben van, akkor érzékenyebbé válik az ilyen apróságokra. Mint ahogy másik irányban is, hogy ha valamit nem kap meg, nem úgy szólnak hozzá, nem azzal a figyelemmel tekintenek rá, hogy azt ő elvárná, akkor egy ilyen nehéz helyzetben felerősödnek azok az apró tőmondatok. Most nem adok, nem csinálom. Mit akarsz te? Miért lépsz előrébb két lépéssel és két embert megelőzve a sorban? Pedig hát elmagyaráznám, hogy mennyire fontos lenne, hogy most én következzek, mert mennyire kellene sietni, és az ember megjegyzi ezeket a negatív élményeket, pedig ezek apróságok. Hogyha nincs válsághelyzet, ha nincs nehézség, ha van időm, hát akkor még előzékeny is vagyok a másikkal szemben. De hogyha ezt nem kapom meg, akkor az ember ezt megjegyzi. Ugyanilyen módon kellene megjegyezni azokat a jelzéseket, amikor a másikon keresztül, az embertársamon keresztül, egy ismeretlenen keresztül mond egy olyan mondatot, ami nekem akkor nagyon nagy segítség, és nem feltétlenül pénzben mérhető, vagy ilyen előrengedő gesztusban, hanem másban. Nem is lehet erről beszélni, mert annyira blőd, vagy olyan egyszerűnek látszik, hogy az ember azt mondja, te ebben az Isten fedezed föl, hát hol van ebben az Isten? Hát ez egy apróság. Bennem történik valami, amit összerakva a saját élethelyzetemből azt merem mondani, hogy ezt nem művelhette más, csak egy olyan fölöttem levő hatalom, aki mindezt a sok apróságot, ami bennem van, egyel úgy egészíti ki, hogy abból egész lesz, jó érzés lesz, megelégedettség lesz, egy békesség lesz belül, és ezt nem tudom elmagyarázni senkinek. Az élményben ez a fantasztikus, hogy helyettem senki más nem tudja átélni. Az élmény az az én sajátom. Legyen a zenei, művészeti, gyönyörű volt a Liszt Krisztus Adatúrumra hivatkozás, mert a magyar zenetörténetnek egy olyan csodája, amiből egészen a napjaink zenéjéig, hiszen Bartók nem született volna meg, hogyha
a Bartók zenéje nem született volna meg, hogyha a Liszt nem nyitja ki egy más tonalitásra ezt a világot, amiben nagy üzenetek vannak. A Krisztus Oratóriumban rengeteg olyan tétele van, amelyik megnyitja a kaput egy következő zenei korszakra. Amikor az ember ráérez erre, és a lelkünk húrja megpendül, ahhoz nagyon, nagyon izgalmas dolgok kellenek, de nem biztos, hogy elmesélhető. Ezt vagy érzem, és tudatosítom, reflektálok rá, vagy elmulasztom. Sokszor megtörténik, hogy elmulasztjuk. Ugyanakkor ott van az, hogy hát ha az Isten minden helyzetben, minden apróságban meg tud jelenni, mert hogy élményem lehet így módon vele, hát akkor ott van bennem az a fajta félelem, hát akkor ő tényleg tudhat mindent rólam. Az én rejtett apróságaimat, amit igazából még magam elől is szívesen elrejtegetnék. Rossz szokások, rossz beidegződések. És ne is soroljuk. De hát akkor én ki kell, hogy nyíljak? Ő tényleg belém lát? Itt tényleg nem lehet titkom előtte? Mivel az Isten az élet ura, hiszen a nevében, a Jahve névben benne van a létezni, lenni, a van, vagyok, aki vagyok, mondta Mózesnek a csipkebokornál, amikor megkérdezte, hogy ki vagy te, Uram. A bemutatkozásában is azt az életfunkciót árult el magáról csupán, ami nem a neve, hanem az, aki ahogyan megmutatkozik, és tényleg körülvesz bennünket. Én hoztam egy Zsoltárt, amit reméltem, hogy eljutunk a beszélgetésben, de a 139. Zsoltárnak egy néhány sorát olvasnám föl, amiben ugyanez van. Hová menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobban megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Ezekben az ellentét párokban a Zsoltáros is ezt mondja, hogy egyszerűen nincs olyan terület, ami kívül esne az Isten lényén, az Isten jelen valóságán. Ezért van az, hogy ő mindent tud rólunk, és ezekben az apróságokban is úgy tud segíteni, amit senki más nem tudna velem úgy megtenni, csak ő. És akkor jön a feloldás, hogy hát félhetsz, látok mindent, de a János leveléből mi is az Isten? Az Isten szeretet. Szeretet. És a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mondja ugyanez a János apostol az első levélben. Nagy titok, amiről nagyon nehéz beszélni, és az ember olyan nagy dolgot várna, valamikor megadatik. Valamikor tényleg olyan villámcsapásszerűen jön az Istennel való találkozás, és a fölismerés, hogy ez csak Isten lehetett, meg valamikor, amikor úgy mellettünk jár, és olyan természetes. Hát ez a fantasztikus benne. Igen, és most erről eszembe jut egy kép a gyermekeknek, ugye a hittanórákon szokták mondani, hogy hát én, atyám, te azt mondtad, hogy te velem fogsz jönni a nehézségben, és hogyha most visszanézek, akkor én csak egy lábnyomot látok. Igen, fiam, mert az ölembe vittelek. Így van, és az ő lábnyoma volt, és nem az enyém. Igen. Hát a húsvét utáni nagy igéknek az egyike a missziói parancs, amivel megszoktuk kereszten a gyermekeket, amit nagyon sokszor idézünk, ami úgy végződik, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezt Jézus mondja, az Isten fia, aki ugyanazzal a habitussal és ugyanazzal a velünk együtt éléssel gondolkodott, és ezt ígérte, hogy nem veletek voltam, meg majd veletek leszek, hanem veletek vagyok ma is, jelen időben. Igen, és ugye, na hát ez az a pillanat, és ez az a pont, amikor az embernek ki kell nyitni a lelkét, és el kell fogadni, hogy lehet bennem akármilyen hiba, lehet bennem akármi, de hogy ő ölbe vesz, ő szeret, akkor is, és olyannak, amilyen vagyok. Az Istennek ez az alkalmazkodása, aminek a legnagyobb példája a testélétel, hogy ő annyira alkalmazkodott az emberhez, mert annyira kíváncsi ránk, hogy úgy jön utánunk, mint ember, nem mint egy hatalmas szellem, vagy ijeszgető alak, hanem a,
a legközvetlenebb módon. Aki ennyire tudott alkalmazkodni, az hogy ne tudna a mi komplikált lényünkhöz alkalmazkodni a mindennapokban is, mert ennek már jelét adta. És ebben az alkalmazkodásban benne van az, hogy ő nem akar lehetetlen dolgot követelni az embertől, de azt, amit tőlünk elvárhat, mint embertől, azt viszont megkívánja. Nem elégszik meg kevesebbel, és addig szeretne formálni bennünket, amíg el nem jutunk ahhoz, hogy emberebb emberek legyünk. Mert az Isten emberpárti. És ebben az emberpártiságban van benne az a helyzetérzékenység, hogy ő tud és akar segíteni. Ma is. És hát ugye erre jön ugye a húsvéti csoda, hogy ő olyannyira szeret, és olyannyira emberpárti, hogy jó, hát itt akkor húzzunk egy tabula rasa, eddig jöttetek a bűnökkel, az mind a tietek volt, viszont az én szeretett fiam, aki emberré lett, ennyire emberpárti, átvállal mindent. Igen, ez a megoldás. És akkor ugye az ember, hogyha inkább kinyitja a lelki, és azt mondja, jó, akkor én is letehetem? Én is kijönthetem? Akkor az én félelmeim, amiket megfogalmazok, hogy Isten én vele találkozok, és Isten élményem lesz, akkor teljesen nincs értelme a félelemnek. A nagy találkozások Istennel már, amit le tudtak írni, akár nagy gondolkodók, művészek, azokban nem a félelem dominál, hanem az az öröm, amelyik átváltoztat mindent. És hogyha az ember keresi a motivumokat, hogy miből tudom meg, hogy itt most az Isten segített, vagy hogy tudom lereagálni ezt az egészet, akkor számomra az egyik nagyon fontos jellemvonás az, hogy eluralkodik bennem egy olyan fajta öröm és békesség, ami korábban nem volt. Sőt, egy zaklatott helyzetben senki nem tudott megnyugtatni, semmilyen jó szó, semmilyen jó cselekedet, de amikor az Isten jön, és megérint, és kezébe veszi az életemet, akkor ott átfordulnak a dolgok. Nem csak én változok meg, hanem ő ad olyan változást, amit megint csak az ember jelként fogadhat. És hogyha valamiben van rossz érzés, valami bizonytalanság, valami olyan, ami nem jó ízű, érzem, hogy bántja a lelkiismeretemet, akkor ott valószínűleg nem az Úristen cselekedett. Mert azért vannak olyan megoldások, vagy olyan emberi közelítések, amiben az ember azt hiszi, hogy most fog segíteni az Isten, és közben nem az történik, hogy megbékélek, hogy elönt egy ilyen belső békesség, hanem még nyugtalanabb leszek. Ott és akkor biztos, hogy nem az Isten cselekszik. Mert az Isten megoldást akar adni, és nem elbágyasztani, vagy kizsigerelni. Azt más szándékok megteszik, akár emberi gonoszkodás is, vagy kegyetlenkedés. Az Isten az úgy köszön be, mint ahogy a húsvéti történetben is Jézus Krisztus beköszönt a falon, áthatolva a tanítványok közé, akik féltek, rettegtek, hogy békesség néktek. És ez megint egy olyan ellenvonás, amit az ember csak érezni tud. Helyettem, ha másnak békesség van, örülök neki, hogy ő jól érzi magát, de én attól még nem leszek jobban. Amikor belül megszületik ez a megbékélés, az egy jó jel arra, hogy ott az Isten helyre tett valamit éppé formált, ami engem korábban vagy addig nyugtalanított. És ez is apróság, nem tudjuk lefesteni, vagy az ember, ha elmeséli, akkor megint csak megmosolyogják, hogy ó, hát, de nekem nagyon fontos. És szerintem ilyenkor az embernek nem is érdemes másokra hallgatni, hanem ha maga meggyőződik erről, és maga érzi, attól több bizonyság nem kell. Hát én kívánom, hogy akik most minket hallgattak, adja meg nekik az Isten, hogy nyíljon meg a lelkük, hogy lássák meg ezt az élményt, érezzék át, érezzék meg ezt az élményt, mert hogy ennél csodálatosabb azt hiszem nincs. Így köszönöm. Igaz. Köszönöm, hogy elfogadtam a meghívásokat. Én köszönöm, hogy itt lettem.
Pál athéni utazásának egy részlete érkezik ma elénk. Ezt mondta róla, mármint Pálról ezt mondták. Úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Az apostolok cselekedeteinek könyvéből érkezik ma az ige, Püski Dániel tolmácsolásában. Egy nagyon érdekes történetből egy picik epizódot hozok most a nézőknek. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 17. részéből egy nagyon kicsi részt olvasok fel. Pál, az apostol megérkezik Athénba, és figyeljük, hogy mit lát, mit tapasztal. Miközben Pál Athénban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában, a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren, pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, némelyek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani. Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenség hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Azt gondolom, hogy a mai nap kimondhatjuk azt, hogy az ókori athéniak talán bölcsebbek voltak, mint mi itt most 2000 évvel később. Azt látjuk ebben a jelenetben, hogy az athéniak nagyon is tisztában voltak azzal, hogy mindenkinek van valamilyen istene. Hívja magát epikúreusnak, sztoikusnak, vagy épp ateistának, legyen szkeptikus, vagy épp pozitív, mindenki imád valamiféle istent. Legyen keresztjén, vagy nem keresztjén. És ők legalább szobrokat állították ezeknek az isteneknek. Tudták és tisztában voltak vele, hogy vannak istenek, és mindenkinek van. Itt egy ismeretlen istenről olvasunk. Ők még azt is tudták, hogy olyan embereknek is állítunk istent, akiről nem is gondolnánk. A mai világban azt gondolom, hogy nem ismeretlen, hanem láthatatlan isteneket követünk. Nagyon-nagyon sokan azt mondják, hogy hisznek ők Istenben, de valójában a saját sikerükben hisznek, valójában abban hisznek, hogy a család az mindennél fontosabb, tulajdonképpen az lesz az Isten. Van, aki a saját munkájába hisz, és azt dicsőíti, mint egy Istent. Van, aki pedig egészen mást, a szépséget dicsőíti. Csak nem szoktunk ezeknek szobrok állítani. Azt gondoljuk, hogy ma már fejlett, modern, nyugati emberek vagyunk, akiknek nem kell az Isten. Pedig, ha a szívünk mélyére nézünk, akkor ezek a bálványok tulajdonképpen úgy viselkednek, mint istenek. Irányítanak minket, meghatározzák a hétköznapjainkat, odaáldozzuk az összes pénzünket, odaáldozzuk az összes befolyásunkat, hogy őket éltessük. Nos, egy ilyen jelenetbe érkezik meg Pál, és itt kezdi beszélni arról, hogy az Isten nem ilyen, hanem az Isten olyan, mint Jézus Krisztus, aki feláldozta magát és legyőzte a halált. Nos, vajon mi eljutunk odáig legalább, mint az athéniak? Az athéniak ugyanis legalább meghallgatták őt. Legalább kíváncsiak voltak rá, mert tudták, hogy amikben ők hisznek, azok véges dolgok. Nos, és ezért viszik el Pált arra a helyre, ahol erről szoktak vitatkozni, mert kíváncsiak rá. Mert kíváncsiak arra, hogy vajon Pál mit mond, vajon ő milyen Istenről beszél? Eljutunk-e mi ma ide? Eljutunk-e oda, hogy felismerjük, hogy vannak isteneink? Nem gondoljuk azt felsőbbrendűség tudatból, hogy nekünk már nem kell Isten? És meghallgatjuk-e azt, hogy mit mondanak? Mit mond a Biblia, mit mondanak a keresztények arról, hogy kicsoda Isten? Tegyük fel most ezt a kérdést, és gondoljuk végig azt a kérdést, hogy vajon milyen Isten irányít minket? A szívünk legmélyén. A lényünk legmélyén, a gondolatainkban, milyen Isten irányít minket? Vajon figyelünk-e arra, észrevesszük-e, hogy Isten irányít minket, hogy övéi vagyunk, és vajon kíváncsiak vagyunk-e arra, hogy mit mond egy keresztjén, mit mond Istenről és Jézusról? Mert a megfeszített Jézus Krisztusról beszél itt tulajdonképpen Pál, és ezért nem is értik sokan, ez annyira abszurd, hogy valaki egy Isten feláldozza magát az emberért, és ráadásul még le is győzi, aztán a halált, a nyomorúságot. Pedig azt gondolom, hogy a mai időkben, most a járvány idején talán mindennél világosabb, hogy hogyan vagyunk mi, milyen isteneket imádunk, a szívünk mélye ilyenkor valahogy hangosabban dobog, és jó lenne meghallani, és jó lenne odafigyelni arra, amiről itt Pál beszél, amiről a történet végén aztán majd annyit fogunk hallani, hogy is néhányan hittek benne. Amen. Így legyen.
Eddig tartott mai adásunk, jövő héten, május 14-én a Baptista Egyház műsorával várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!